Most következik a Sarudi lakodalmas utolsó része. Sarudi lakodalmas, sokadik felvonás, és most tényleg már a nász nép kellős közepén állok, hölgykoszorú férfi taggal. Nagyon nem is innen jöttetek a közelből, hanem... Debrecenből. Mindannyian máshonnan jöttünk szinte. Én Debrecenből. Debrecen. Én Szegedről. Debrecenből. Szintén Debrecen. Én Hajdúszoboszlóról. Nyíradony. Na hát nagyon sok fele vagyunk, és én úgy gondolom, hogy eddig jól éreztétek magatokat, mert az látszott rögtön, hogy háromszor voltunk abba az irányba, amerre ment a mulatozás, és mindig a táncparkettel roptátok. Ez tradicionálatok, hogy eljártok ilyen rendezvényekre, vagy ez most az első ilyen alkalom? Én még soha nem voltam ilyen falusi lakodalomban, és ez a kis csapat most az én vendégem, itt van nyaralom a falu közepén, vagy szélén, és most meghívtam ezt a kis csapatot, és közben meghallottam, hogy lesz egy ilyen lakodalom, és aztán azt mondtam, hogy oké, akkor bulizzunk. Látom, hogy ki is használjátok ezt a bulizást. Mi az, ami eddig a legjobban tetszett? Hát nagyon jó a társaság, nagyon jó volt a műsor, nagyon szépek voltak az öltözékek, és tehát az, ez a műsor fantasztikusan szép volt, úgyhogy nekem nagyon, nagyon tetszett, nagyon kedvesek az emberek, úgyhogy én nagyon jól éreztem magamat. Mi az, amit a jövőre nézve esetleg, hogyha legközelebb jöztök, mert hát én úgy gondolom, hogy fogtok jönni, hoztok magatokkal, vagy ti is felvennétek egy ilyen öltözéket? Közelebb jövök egy picit? Úgy gondolom, nem áll messze tőlünk, biztos, hogy mi is felvennénk egy ilyen öltözéket, de pont azt akartam mondani, hogy mi az, ami tetszett, az a lelkesedés, az a hozzáállás, amit az itt szervezők ebben az öltözékben, ruhában, magatartásban, gondolkodásban hozzátettek, nekem az is nagyon tetszett. Hétköznapokra mit tudsz ebből visszavinni kollégáknak, el fogod mesélni, és jöjjenek ezerre? Természetesen imádom a falusi tájjellegű dolgokat, az ízeket, a falusi levest, ezt a töltött káposztát, ami mennyei volt. A húslevesen kiérzett az igazi falusi tyúk, tehát fenomenális. Amit levinnék az embereknek, pedig az összetartás, a példamutatás, hát ez mindent fölülír. Azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a húsleves az üstben főtt. Mennyiben érződött ez az ízén? Fantasztikusan jó íze volt, olyan formá, hogy mélysége, tartalma volt. Én azt, hogy üstbe főtt, azt nem tudtam, mivel én nem vagyok olyan nagy konyhaművész, így pláne le tudtak venni a lábamról ezekkel a finom étkekkel. A mennyasszonyt már láttam, átöltözött, menyecske táncra készülődik. Meg fogjátok-e forgatni? Elsősorban férfiút kérdezem. Nagy valószínűséggel igen, én nagyon szeretem az ilyen népi táncokat, ezeket az össznépi hagyományőrző programokat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a hagyományokat megőrizik, és hát megmutatni, az idősebbek itt látszik, hogy megmutatják a fiataloknak, hogy valamikor ők ezt így csinálták, és szerintem ez jó, hogy tetszik a fiatal. Taloknak is. Na és a lányok, megforgatják-e a mennyasszonyt, menyecskét? Mindenféleképpen meg fogjuk forgatni. Mert hogy nagy táncosok vagyunk. Igen, azt láttam. Hát én várom szeretettel azt az alkalmat, amikor ezt majd meg is fogjuk tekinteni, felkamerázzuk, és arra biztatunk mindenkit, ugye, hogy mindenki jön el Sarudra, a Sarudi lakodalmasra. Indítál előttük az ékes mulyasszony, hogy menyecske fővel először táncoljon. Minden vendégnek egy nótát juttasson, majd az ajándékból új cipőt vallasson. Táncoljon hát véle mindenki egy nótát, csak ne le tapossák a cipője sarkát. Gondoljanak arra, drága pénzért varták, aztán tömjék meg bambóból a markát. Az asztal közepén áll egy üres tányér, én kezdem a táncot, a többi meg ráér. Addig fussanak el százasért, ezresért. Húzd rá zenész, húzd rá az új házaspárért. Világ! Yeah.
Thank you.
Leteszem ezért, hogy az ő világ a legjobb képvágya, egyenekben ő. Hibát!